Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Városi TV januári műsorát látják. Ma esti adásunk a téli műsorrendünknek megfelelően alakul. Most kizárólag csak a szokásos magazin műsorunkat sugározzuk, melyben összefoglaljuk az elmúlt hetek városi eseményeit. Sajnos két szomorú tudósítással kezdjük az új évet. December 30-ára Víradóra ismeretlen tettesek feldúlták és meggyalázták a katolikus templom előtt felállított Betlehemet. Antal Géza apát úr a helyszínen beszélt a részletekről kameránk előtt. 30-án reggel értesítettek róla, hogy a Betlehemet földúlták, éjszaka valószínűleg, vagy késő esti órákban. Egy csomó figurát kiszedtek a templom ajtó elé, tették, a kis Jézusnak a szobrát pedig elvitték és elégették. Hol történt ez az égetés? Itt a Kálvária mellett, hogyha lemegyünk itt a fal mellett. Kedves nézők is láthatják a felvételeinken, hogy milyen vandál módon bántak vagy cselekedtek a tettesek. Lehet-e valamit tudni arról, hogy kik voltak az elkövetők? Természetesen nem, hiszen senki nem látta. Rendőrséget értesítettem róla, nem tudjuk, hogy lesz eredménye az ő keresésüknek. Engem minden esetre nagyon elszomorít a dolog. Akik látták a nyomokat és hallották, hogy mi történt, föl vannak háborodva. Én inkább sajnálom az elkövetőket, hogy ilyenben tudják örömüket lelni. Valamikor, emlékszem gyerekkoromban, mennyire elítéltük azt, hogy Jézus nem fogadták be Betlehembe, illetve hát Máriát és Józsefet, hogy istállóba kellett menniük. Hát itt még a szobrát is kiirtják. Van-e valami elképzelésetek arról, hogy mi lehetett az indíték? Sima vandalizmus, vagy egyszerűen csak valaki itt akarta kiélni az ilyen ösztöneit, vagy netán valamilyen vallási indítéka lehetett az elkövetőnek? Nem gondolom, hogy vallási indítéka, bár éppenséggel az is előfordulhat, mert ez az égetés azért eléggé kemény dolog. De inkább arra gondolok, hogy ami az egész országban van, hogy egy szörnyű erkölcsi állapotban az ország, és mindenki úgy gondolja, hogy következmények nélkül lehet élni, bármit megtenni, és meg lehet sértegetni olyan embereket, akik vallásosak, hiszen itt nem csupán egy szobor égetésről volt szó, vagy Betlehem döntögetésről, hanem arról, hogy a Pécsváradon élő katolikus keresztényeknek a vallási érzelmeit megsértették, és azt hiszem igazából a karácsonynak a szépségét gyalázták meg vele. Valóban nagyon szép és felemelő látvány itt ez a Betlehem. Én református létemre is ide jöttem karácsony első napján a családdal, megálltunk, megnéztük, tényleg nagyon tetszik, és nagyon jó dolog, hogy ez van. Egy kicsit most arról beszélünk, hogy egyáltalán hogy tudott ez megvalósulni. A Pannon Pharma gyógyszergyárnak a segítségével, Pallós József igazgató úrnak volt ez az ötlete, és az ő hatható segítségével, és másoknak a támogatásával jött létre. A figurákat az eredeti benti Betlehemünknek a figuráiról mintázták, illetve azoknak a fényképe van fölnagyítva, Csizmadia László grafikus művész készített el. Nem csak a nagyításokat, hanem a kivágásokat, illetve az elhelyezést is mindig ő végezte. Hogyan tovább? Van-e ötlet arra, hogy hát azért még az előbb itt beszélgettünk, azt mondtad, hogy még egy-két hétig itt marad ez az alkotás. Van-e arra valamilyen garancia, hogy nem történik meg ez az eset újból? Garancia sajnos semmire nincsen. Minden évben azért voltak olyan megmozdulások, hogy egy-egy szobrot kivittek belőle, kis Jézusnak a szobrát kivitték már Kálváriára, eldobták valahol. Tehát ilyenek máskor is voltak, vagy éppen ma reggelre a csillagot is újra ledobták a helyéről, már ezután a szörnyű rombolás utáni napon. Tehát úgy látszik, hogy továbbra is működnek azok, akiknek valami oknál fogva ez nem tetszik, vagy talán ez a rombolás szerez nekik örömet. Igyekszünk majd kamerával megvédeni jövőben, és akkor reméljük, hogy nem fognak hozzányúlni. Esetleg fordulhatunk-e, vagy gondolod, hogy forduljunk valamilyen kéréssel a környékbeliekhez, az erre járókhoz, járók előkhöz? Hogyha esetleg olyanokat látnak, akik itt valami rosszat tesznek, hiszen nem csak ebben az időszakban fordul elő, máskor is előfordul, hirdetőtáblákról rendszeresen lelopják a kis mágneseket, nem tudom, mire tudják használni. Aztán látunk olyan dolgokat, hogy itt összetaposnak virágokat, nyáron egyik virágtartót szétverték. Tehát máskor is sajnos előfordultak ilyen rombolások. Akik erre járnak és látnak akár nem megfelelő módon játszadozó gyerekeket, azoknak szóljanak, hiszen szabad játszani itt a templom téren, csak rendesen, emberhez méltó módon.
Tehát, hogyha ilyenekre fölfigyelnek, akkor kérem, hogy szóljanak nekem. Hát a probléma ezzel azt gondolom, hogy az, hogy sokan nem ismernek, hiszen itt nem egyes elkövetőkről lehet szó, hanem hát akár csoportos garázdákról is. Abban az esetben mit tegyen az, aki mondjuk egy nagyobb csoportot lát itt randalírozni, és esetleg úgy gondolja, hogy fizikai voltából is sérülhet, hogyha közben szól. Hívhat engem, és hívhatja a rendőrséget is természetesen. Apát úr, köszönöm szépen, és hát elég baj az, hogy egy ilyen szomorú apropóból kellett most a kamera elé állni. Én azt kívánom, hogy azért maradjon meg ez a Betlehem itt még jó sokáig, és hát jövőre is lássunk itt hasonló szép dolgokat. És a kedves nézőket pedig tényleg arra kérjük és biztassuk, hogy hát ha ilyesmit látnak, akkor avatkozzanak közben, ha pedig nem akarnak, akkor hívják a rendőrséget, esetleg a polgárőrséget. Köszönöm szépen. A riport után hívott bennünket apát úr, és kérte, hogy olvassuk be a következőt. Üzenem a rongálóknak. Bárkit akart legyőzni, nem sikerült. Szilveszter estéjén a Betlehemet meglátogatók között egy kislány megkérdezte a szüleitől, miért nincs a kis Jézus a jászolban. Szülei elmondták neki, gonosz emberek elégették. Mire a kislány azt mondta, akkor odaadom az én babámat. Új év napján ő maga helyezte a jászolba a karácsonyra kapott új babáját. Egy 4 éves kislány szeretete győzött a gyűlölet fölött. És most következzen még egy szomorú hír. 2009. december 12-én indult az utolsó vonat a Pécs-Pécsvárad vonalon. Dr. Bíró Ferenc polgármester indítványozta, hogy a pécsváradiak búcsúztassák el a vonatot, menjenek busszal Pécsre, és még egyszer utoljára vonatozzanak haza. És kik mentek most el az utolsó járatra? Mintegy 100 pécsváradi, akik a szívükben őrzik azt, ami ennek a városkának a lelke, és ott vannak, ahol az események történnek. Elbúcsúztak, utaztak, feltették a koszorúkat, fényképezték az állomásokat, és emlékeztek a vasútra. Még végtelen az út, utazó, viszkönyörtelenül. Hát a világ, pár arc, pár édes emlék, pár édes csók csupán, mi az állomásokon vár. 100 000 kötél lelkemet, vissza-vissza húz, szüntelen. Ha elmarad egy állomás, vissza sem nézek, attól sem félek már, hogy a füst a szemembe száll. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad. Oh-oh-oh-oh. Mikor elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad. Oh-oh-oh. Át utazó, míg megmarad a hó, hajam út. S eljön majd egy állomás, a peronról nézem, a szemafor zöldre vár, de az én jegyem már lejár. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad.
Most pedig javaslom, váltsunk vidámabb témákra, és tekintsünk vissza az óév néhány év végi eseményére. Decemberbe került sor a Szentháromság téren a közösségi kerekasztal által rendezett harmadik jótékonysági karácsonyi vására a Szentháromság téren. Fűri Ferenc képes összefoglalóját látják.
Thank you.
Kértek bennünket, hogy ennek a napnak az estéjén, zárásképpen egy kicsit csendesedjünk el, és próbáljunk úgy készülni még, hogy ebben a rövidke kis hátralévő adventi időben jobban odafigyeljünk önmagunkra és az Istennel való kapcsolatunkra. A Bibliából azt a részt szeretném idézni, ami elindította a megváltásnak a művét. A kígyó ravaszabb volt a föld minden állatánál, melyet az Úristen alkotott. Azt mondta az asszonynak, miért parancsolta meg nektek Isten, hogy a kert egyetlen fájáról se egyetek? Az asszony azt felelte neki, kertben lévő fák gyümölcséből lehetünk, hogy azonban a kert közepében levő fa gyümölcséből ne együnk és ahhoz ne gyújjunk, azt azért parancsolta meg nekünk Isten, hogy meg ne találjunk halni. A kígyó erre azt mondta az asszonynak, dehogy is haltok meg. Csak tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen arra lesztek, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok a jót és a rosszat. Mivel az asszony látta, hogy a fa evésre jó, szemre szép és tekintetre gyönyörű, vett a gyümölcséből, evett, adott a férjének, és ő is evett. Erre megnyílt mindkettőjük szeme. Amikor észrevették, hogy mezítelenek, hügefa levelet fűztek egybe, és kötényeket készítettek maguknak. Áldott az Úr, mondja Zakariás, Izrael Istene, hogy meglátogatta népét és váltságot szerzett neki. Erős üdvözítőt támasztott nekünk, szolgájának Dávidnak házából, ahogyan kijelentette azt,
szent prófétái által örök időktől fogva. Karácsonykor emlékezünk arra, hogy a proféciák beteljesedtek. Isten meglátogatta a népét. Csodálatos módon ez az isteni látogatás nem volt megalázó az emberiségre nézve, hogy a magasságos Isten látogat el hozzánk a földre. Nem királyi bíborban született, hogy az emberek meg sem merjék közelíteni, hanem egyszerű emberek gyermekeként, kiszolgáltatott hajléktalanként. És mégis a betlehemi gyermekben az Isten arca ragyog ránk. Hajlamosak vagyunk megmaradni ennél a kedves gyermeki képnél, pedig már az angyalok is ezt hirdetik Betlehem mezején, hogy megszületett az Úr Krisztus a Dávid városában. Zakariás is erős üdvözítőről szól, aki a legnagyobb szabadítást végzi az emberiség életében. December 20-án a Német Klub búcsúztatta az évet egy kis karácsonyi műsorral a sportöltöző emeleti klub helységében. Nagy öröm számunkra, hogy ismét összejöttünk itt karácsonytájt. Én azt gondolom, hogy mindenki készül, különösen a gyerekek készülnek már erre a meghitt családi ünnepségre. Nálunk külön öröm, hogy Németországban dolgozó, Németországban élő Timi lányunk is ma végre meglátogatott bennünket, itt marad egy pár napra, tehát remélem, hogy nagyon kellemes karácsonyt fogunk tölteni együtt. Ugyanígy mindenki családjának boldog ünnepeket kívánok, és egy egészséges, nagyon sikeres új évet szeretnék kívánni mindenkinek. Már előre köszönöm a gyerekeknek azt, hogy felkészültek erre a mai produkcióra, és külön köszönöm Májerné Perc Annának, hogy felkészítette őket. Willkommen, Herr Heiniger, lesz hier. Ein fröhliches, was ich ein sagen will. Ein Grinsgrenzlein trag ich auf meinem Haupt. Dieses hat mir ja Gott erlaubt. Megkert euch hier Christen, es ist schon hohe Zeit. Der Jüngstag wird kommen, ist immer gar weit. Zu Gott euch bekehrt, Maria verehrt. Ein Hirt und ein Schafstall soll warten auf er. Ein Hirt und ein Schafstall soll warten auf er. Gelobt sei Jesus Christus.
Tag das Christkindlein herein. Ja. Komm ich hereingetreten, hat ich kein Pferd, so käme ich geritten. Weil hab ich kein Pferd, so kam ich zu Fuß. Ihr zwei kleine Engelein, kommt herein, lasst hören eure Stimmelein. Wir kommen herein in alle Ehr, von dir ein Geistgespräch anher. Von den kleinen Engelein, wir neigen uns vor dem Christkindlein. Wenn die Kinder fleißig beten und singen, da werde ich ihnen Nüssen und Äpfel bringen. Wenn sie aber nie fleißig beten und singen, da werde ich ihnen eine scharfe Rute bringen. Wir treten herein in aller Ehr, wollet ihr ein geistliches Gespräch anhören. Von Josef und Maria rein, von Gott sein wir Geschichte allein. Von seinem Stamm das Heilige Kreuz, wir befreien unsere Christenheit. December 30-án, immár 18. alkalommal vágtak neki pécsváradiak, hosszúhetényiek és távolabbról érkezett vendégek a hagyományos zengő túrának. Kameránkkal mi is elkísértük a hegyre túrázókat. Thank you.
nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit. A várbaráti körnek, Picsaradi várbaráti körnek a 18. túráján. Megint nagyon sok felől jöttek a megye egész területéről. Szeged környékéről. Igen. Pécs itt van, Komló, és hát ugye hosszú hetényel egy hagyományos nagy találkozás ez a pont. Ezzel átadnám a szót dr. Biró Ferencnek, Picsarad polgármesterének, aki szintén köszönteni önöket, titeket. Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a 18. Zengő túra résztvevőit, kedves barátainkat, a messziről jötteket, hosszú hetényieket, pécsváradiakat. Azt hiszem ilyenkor, amikor az év utolsó előtti napján, tulajdonképpen utolsó napján terveztük ezt a túrát, de hát mindig 30-a lett belőle, akkor tisztelgünk a természetnek. Van, aki kihívásként jön el, van, aki már megszokásból, de mindenkiben benne van az a szeretet és összetartozás érzése, ami évről évre idehoz bennünket. Engedjenek még egy gondolatot az ordidő kapcsán, egy olyan hasonlatot, amit talán mindenki érzett. Ma most úgy érzi mindenki, kicsit rosszabb idő volt, sokkal jobban szeretjük a hideg, havas időket. Így van ez valahogy az országban is, az ország népe is így érzi. Ez az éve rányomta egy kicsit a reménytelenség, az apátia az emberek lelkére. Én nagyon bízom abban, hogy a következő évben legalább ez megváltozik, ha a gazdasági helyzetünk nem is. És hadd szóljak még egy pár szót a zengő vagy a mecsek a tubes védelméről. Kedves barátunk Csizmadia László nincs itt, mindenkit üdvözöl, Spanyolországba gondol ránk. Remélem ti is. Hát úgy a unokáit látogatta meg, tehát nem azért, mert Uri gesztusa most éppen odahajtotta. Lélekben velünk van. De én úgy gondolom, hogy a következő évi változások sok mindent hozhatnak a mi életünkbe. Többek között azt is, amitől talán az újságokban most borús hírként olvashatták, hogy a tubesen mégis lesz majd radar. Meggyőződésem is felelős politikai, elkövetkezendő időszakban valószínűleg felelős politikai beosztásban lévő személyektől, hogy nem fog megépülni a tubesen a radar, semmilyen körülmények között. Titkos félelmünk az, hogy lehet, hogy ne jusson eszükbe újra, hogy a zengő, de hát ez még nem hivatalos, ez a, úgyhogy ne terjesszék, de azt mondták, hogy szinte biztos, hogy nem ebbe a politikai helyzetbe a választások előtt nem, és utána pedig biztos nem épül meg. Valahol majd megépül, bízunk benne, hogy nem gondolnak a mecsekre. Nekünk ez nagyon fontos, és nagyon fontos volt azoknak, akik éveken keresztül védték az zengőt, és talán akkor lett az, hogy egy kicsit ez a hely felkapottabb lett, és egyre többen jöttek. Bízom benne, hogy azok, akik ezt a hegyet megvédték, és akik a tubest megvédték, mert hiszen azok is védték a hegyet, mint tudjuk legutoljára, már teljes önkormányzati segítséggel, hogy továbbra is képesek leszünk arra, hogyha ilyenfajta fenyegetettség lesz, hogy megvédjük ezt a kultikus természeti helyünket. Engedjék meg, hogy most pedig mindenkinek, nagyon boldog családjának és személyében boldog és eredményes új évet kívánjak, és arra kérem önöket, hogy énekeljük el együtt a himnuszt. Isten áld meg a magyar, jó kedve Boldog új évet mindenkinek!
A Keletmecsek lábánál Pécstől 15 kilométerre fekszik Pécsvárad. A városban működik a Baranya megyei önkormányzat által fenntartott II. Béla középiskola, élelmiszeripari szakiskola és kollégium. Nagyon sok 8. osztályos tanuló töprenk azon, hogyan tovább középfokon. E rövid bemutatkozó filmmel neki kívánunk segítséget nyújtani. Iskolánk filozófiája olyan területeken képezni, oktatni és nevelni, ahol a kimeneten munkalehetőség várja a nálunk végzett tanulókat. Középiskolai tagozaton 2 osztályt kívánunk indítani. A gimnáziumi és a szakközépiskolai osztályban is belügyi pályára orientáló képzés folyik. Együttműködésünk a Baranya megyei rendőrfőkapitánsággal és a Baranya megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal immár több éves és példaértékű. Az itt tanulók magas óraszámban tanulják az idegen nyelveket, németet és angolt. Mindennaposak a testnevelési órák, amelyekben jelentős szerephez jut a fizikális fejlesztés és az önvédelem. A 11. évfolyamtól belépnek a szakmai fakultációs órák, a belügyi rendészeti ismeretek és a katasztrófavédelem a már említett szervek oktatói segítségével. A nyelvvizsgára felkészítés a heti 4-5 kötelező óra mellett további 2 órában ingyenes. Nem ingyenes, de jelentősen támogatott az ECDL vizsga megszerzése. A 12. évfolyam után az érettségi bizonyítvány mellé személy és vagyonőr szakma megszerzésére nyílik lehetőség. A sikeres érettségi után tanulóink jelentős előnnyel pályázhatnak a Nemzetvédelmi Egyetemre, a rendőrtiszti, a katonai főiskolára, illetve a rendészeti szakközépiskolákba. Természetesen a végzettek bármely felsőoktatási intézményben tovább tanulhatnak. Akik pedig nem kívánnak felsőfokú iskolába járni, azokat megszerzett ismereteik alapján várják a rendőrségnél, katasztrófavédelemnél és a különböző őrzővédő KFT-knél. Újdonság az idei tanévtől a katonai alapismeretek oktatása fakultációs keretek között. Ide elsősorban a katonai pályára készülők jelentkezését várjuk. Szakmára előkészítő osztályok közül 2 9. osztály indítását tervezzük élelmiszeripari szakmacsoportban. Ide mindazon tanulók jelentkezését várjuk, akik valamilyen élelmiszeripari szakma után érdeklődnek, és tankötelezettségüket nálunk kívánják teljesíteni. Mivel szakmára előkészítő osztályokról van szó, a szakképző évfolyamra való bejutásnál, természetesen a tanulmányi eredményt figyelembe véve, őket előnyben részesítjük a más iskolákból érkezőkkel szemben. Szakképző évfolyamaink. A 10. osztályt befejezettek számára kétféle képzést kínálunk, mindkettőben a szakmunkásvizsga után biztos munkahelyi lehetőséggel. Pék cukrász szakma. A mindennapi kenyeret előállítani felelősségteljes feladat. Ha ide jelentkezel, ezt a megbecsült szakmát szerezheted meg. A képzés 3 éves, de 2 év után pék szakmai vizsga tehető le azok számára, akik nem akarnak cukrászati ismereteket elsajátítani. Gyakorlóhelyről az iskola gondoskodik. Legfontosabb partnereink az Arancipó Kft., a Pécsi Sütőipari Zrt. És a Pékinas Kft. Húsipari termékgyártó szakma. A megyeiben egyedül nálunk képezzük ezt a szép szakmát. De ettől függetlenül a régióból bárhonnan jelentkezhetnek diákok a 2 éves képzésre. Jellegzetessége, hogy a 2 éves képzés után 2 szakma gyakorlására is jogosítványt ad, egyrészt hentes, másrészt hús- és hentesáru eladó feladatot is elláthat az, aki sikeres szakmunkás vizsgát tett. Legfontosabb partnerünk a PIK Szeged Zrt. Pécsi üzeme, de vannak tanulóink a Pécsváradi Agrover Zrt.-nél és a Mohácsi Picker Kft.-nél is. Itt hívjuk fel minden szakma után érdeklődő figyelmét, hogy az iskolarendszerű szakképzés csak tanulószerződéssel valósulhat meg. Érdeklődjenek tehát iskolánknál a tanulószerződés intézményével kapcsolatban. Mivel megyei beiskolázású intézmény vagyunk, fiúk-lányok részére kollégiumi elhelyezést, a bejáró tanulóknak pedig étkezési lehetőséget tudunk biztosítani. A bejárás megkönnyítésére közvetlen buszjáratunk van Pécsről és Komlóról. Kedves 8-os tanulók! Érdeklődjetek,
tájékozódjatok. Vár benneteket a második Béla középiskola, élelmiszeripari szakiskola Pécsváradon, a Vakbéla utca 8 szám alatt. Telefonszámunk 72-es körzet 465 030. Híradónk végén kérem látogassanak el velünk egy koncertre. A pécsváradi Big Band zenekar hagyományos újévi hangversenyére január 3-án került sor a Művelődési Ház nagytermében. Sok szeretettel köszöntjük Önöket a Harcsona sor, Domina sor, Szakszopon sor, a szép lányaink a konferálnál, a gitáros fiaink, egész Henry Tamás, és a két dobosuk, Otto bácsiunkban. Szeretettel köszöntök mindenkit. A Pécsváradi Big Band jubileumi 10 éves újévi koncertjén. Mindenkinek nagyon boldog új évet kívánok. Nem olyan szépet kell, mint amit kaptam éjszaka új évkor. Azokat most nem szabad elmondanom, mert egy kicsit nem ide való. De remélem, hogy mindenkinek nagyon szép és boldog lesz az új éve. És remélem, hogy ehhez egy picike adalék lesz a mai koncertünk. Nagyon jó kedvű nótákat állítottunk össze, azért, hogy ha sok bánat ér minket az évben, akkor ez egy darabig kitartson ez a koncertnek, ez a rövid kis műsora jusson eszünkbe. Nem is beszélnék többet, majd később fel szeretném kérni polgármesterünket, dr. Bíró Ferenc urat, hogy köszöntsen Önöket. Kívánok. Január 3-a van az év első vasárnapja, és immár hagyományosan ilyenkor rendezi meg a Pécsváradi Big Band az újévi koncertjét. És azt kell, hogy mondjam, évről évre népszerűbb, nem csak a 10 éves jubileumuk jelzi azt, hanem azt, hogy lassan tágítani kell a házat, mert nem férünk be, és ez egy nagyon jó és szép dolog. Nehéz év volt mindenkinek, családoknak, közösségeknek, az önkormányzatnak is. És ilyenkor az ember nem visszatekinteni akar, hanem inkább előre, és abba bízva, hogy a következő év az talán nem lesz ilyen nehéz, de tele van reménnyel. Én ezt a reményt kívánom Önöknek, és ennek érdekében kívánok nagyon boldog új évet és jó szórakozást a műsorhoz, és egyben engedjék meg, hogy átnyújtsak Wagner József Karnagy úrnak egy olyan dolgot, amit úgyis számon kér tőlem, mert hiszen ez egy jótékonysági koncert az ő, és ezt mindig igen, mindig megteszi többször is, úgyhogy én most itt adom át a személyes.
Köszönöm dr. Bíró Ferenc úr meleg szavait, és hát jó is tette, hogy átadt ezt a borítékot, mert kapott volna hideget, meleget, de ez csak a vicc része volt. Akkor első számként hallottunk egy nagyon gyors számot, aminek nem tudom a címét, puskáznom kell, de akinek van ilyen műsor, az meg is tudja nézni. Nem is mondom, mert jobban tudnak angolul, mint én. Következik az Alexander Svetfan Band. Thank you.
Kedves nézőink, Önök a Városi TV januári műsorát látták. Csütörtöki adásunk ismétlését pénteken ugyanebben az időpontban sugározzuk. A Városi TV legközelebb január 20-án, szerdán 18 órakor jelentkezik, amikor élőben tudósítunk dr. Hargitay János lakossági fórumjáról. Én most búcsúzom, az est hátra levő részére jó pihenést, jó szórakozást kívánok, viszontlátásra!